Ez a Kívánságszolgálata heti tévé kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Szokásos elérhetőségeinket a képernyő alján olvashatják. Ezúttal is köszönöm a rengeteg üzenetet, visszajelzést, dalkérést, valamennyire igyekszünk sort keríteni. Igaz van, akitől egy parányi türelmet is kérünk hozzá. Mára is hoztam egy napi gondolatot, mely Szenes Iván író, dalszövegíró, dramaturg, zeneszerző, érdemes művész tollából származik, és a következőképpen hangzik. Embertréning kutyásoknak, ki gondolhat szebbre, mint kutyabarát emberre és emberbarát ebre. Elgondolkodtató sorok, és természetesen ezt egy dalban is hallhatjuk. 1924. április 25-én 99 éve született Szenes Iván. Mai adásunkban ráemlékezünk, sőt, mai műsorunkban kizárólag az ő szerzeményeiből, vagy mondhatjuk, hogy az ő költeményeiből válogatunk. Kívánság műsor lévén természetesen ma sem maradhatnak el az üzenetek, álljon itt az első. Molnár Katalin Dunaújvárosban szeretné meghallgatni a következő dalt, egyúttal szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. Megtörténhet veled is, énekel Mari Zsuzsi, Szenes Iván és Louis. Megtörténhet veled is, sikerülhet neked is, nem csak nézni, látnod is kell, azért van két szemed is. Megtörténhet veled is, sikerülhet neked is, nem csak nézni, látnod is kell, azért van. Magyar volt, Semmelweis Ignác magyar volt. Szülő anyák ma is áldják még az ő nevét. Szent Györgyi Albert magyar volt, Irinyi János is magyar volt. A gyufát gyújt az fényes lángja, őrzi emlékét. Szilárd Leó, sorolhatnám még. Sok honfitársunk szerencsével próbált szerencsét. Megtörténhet veled is, sikerülhet neked is. Kitörni, győzni nem csak kell, de hidd el, hogy ma lehet is. Szenes Iván érdemes művész, a Vidám Színpad alapító dramaturgia volt, több évtizedes szakmai tapasztalattal. A hazai fesztiváldíjakon kívül első díjat nyert Máltán, Írországban, Németországban, valamint Puerto Ricóban elnyerte az Európa díjat. A Berlinben bemutatott Budapesti Melódiák című revűjéért német aranyérem kitüntetést kapott. A nótaköltő és librettista Szenes Andor gyermeke szó szerint beleszületett a szakmába. Édesapja többet vitte Honti Hanna és a többi nagyság öltözőjébe, mint a játszótérre. Édesapját követve ő is jogot végzett, majd köztisztviselői és újságírói szánypróbálgatások után a szórakoztatóiparban kamatoztatta tehetségét. 1949-től a Fővárosi Népszórakoztatási Intézet, 1951 és 56 között a Vidám Színpad alapító dramaturgia, 1956-61 között az Országos Cirkuszvállalat Varieté osztályának és szabadtéri színpadainak művészeti vezetője volt. 1961 és 79 között a Győri Kisfaludi Színház és a József Attila Színház, 1979 és 94 között a Vidám Színpad dramaturgiaként, rendezőjeként dolgozott. Több mint 100 színdarabot, filmet, rádió és tévéjátékot mutattak be verseivel, illetve az ő átdolgozásában. Szenes Iván minden idők legtermékenyebb magyar szövegírójaként csaknem 2000 dalszöveget írt. Alkotói pályafutásának elismeréseként 1986-ban Emerton díjat, 1988-ban érdemes művész címet, 1995-ben Fényes Szabolcs díjat,
2010-ben posztumusz Budapesti díjat kapott. A 2012-es Fonogram gálán a Hosszú az a nap című különleges szerzői lemeze elnyerte az év hazai szórakoztató zenei albuma díjat. Felesége Kornai Mariam volt, akit Latabár Kálmán partnereként sokat láthatunk a televíziós kívánságműsorokban. Lánya, dr. Szenes Andrea szintén nem esett messze a fájától, a Magyar Televízió egykori alelnöke, a hazai női talk show megteremtője, pszichológus, maga is dalszerző, aki korábbi adásunk vendége is volt. Kislánya zongoránál énekel Rakonca Imre. Hallom ma is egyre a zenét, látom, szinte látom a szemét. Elmúlt, ami elmúlt, sose szép, rágondolni mégis gyönyörűség. Kislány a zongoránál fehérebb, az orgonánál jaj, de szépen játszotta a liszt rapszódiát. Kislányt úgy szerettem, akit soha nem feledtem, rabja voltam, mint egy kis diát. Csókja maga volt a szerelem, lángolt, mint a hajnal keleten. Napfény tűnik így elnyugaton, elfeledni én őt nem akarom. Kislány a zongoránál fehérebb, az orgonánál jaj, de szépen játszotta a liszt rapszódiát. Kislánykit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, rabja voltam, mint egy kis diát. Láttam néhány nappal ezelőtt, bizony ő rajta is fogtak az idők. Kócos fejű srácot vezetett, rám nézett és gyorsan elsietett. Kislány a zongoránál fehérebb, az orgonánál jaj, de szépen játszotta a liszt rapszódiát. Kislánykit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, rabja voltam, mint egy kis diát. Rossz kedvűen mentem az úton, jobb lett volna, nem látni tudom. Nem tört volna össze az a kép, ne összetörten is, oly gyönyörű szép. Kislány a zongorán fehérebb, az orgonán, jaj, de szépen játszotta a liszt rapszódiát. Kislánykit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, rabja voltam, mint egy kis diát. Kislány a zongoránál fehérebb, az orgonánál jaj, de szépen játszotta a liszt rapszódiát. Kislánykit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, rabja voltam, mint egy kis diát. Szenes Iván dalaival lépten nyomon találkozhatunk generációktól függetlenül. Mindenki dúdolja, nem is biztos, hogy rögtön tudja, hogy Szenes Iván daláról van szó, csak később azonosítja be. De ezek óriási slágerek és óriási számokról beszélhetünk. Mindig csodálkoznak, hogy ezt is, meg azt is Szenes Iván érte, és ahogy néztük a felvételeket, hát látható, hogy 10 000-re jönnek el évről évre, és ülnek ilyen nagyon sokan a nézőtéren, és számomra, amikor a tévé képernyőjén nézem a nézőimet, a közönségemet, számomra tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb boldogság a világom. Milyen érzés volt a színpadon leleplezni az utcatáblát, a tértáblát, hogy Szenes Iván tér?
Történelmi tér, a legtöbb magyar sláger itt született a Szenes Iván téren. Nagyon nagy boldogság, és azt gondolom, hogy ez mindennél többet ér. Tehát ha van túlvilág, és higgyük együtt azt, akkor apukám ennek nagyon-nagyon örül, és annál nagyobb öröm nem is lehetett volna számára, hogy ilyen sokan eljöttek. Ez egyébként Magyarország népetető, sok évtizeden keresztül Magyarország legjátszottabb szerzője. Egyébként hogyan alkotott, és egy picit konkrétabb módon kérdezném meg, hogy Rakonca Imrétől nemrég hallottuk Kislánya zongoránál. Ki az a Kislánya zongoránál? Nem nehéz kitalálni. Hát Kós Jánosról nem lehet nem beszélni, amikor apukámról beszélünk. Megjött Kós János, és ő volt az az énekes, aki engem sosem küldött ki. Ugye gyerekként mindig kiküldtek, hogy Andra, kifelé. És nekem menni kellett, hogy ők tudjanak alkotni, hisz ebből éltünk. És Kós János odaszólt Ivánnak, hogy apukám mindig úgy alkotott, hogy feküdt az ágyán, és ott állt az énekes, és addig próbáltak egészen hajnalig, amíg el nem készült a dal. És Kós János azt mondta, hogy Andrát nem engedheted ki. És akkor ott maradtam, és akkor oda nézett az Iván, és azt mondta, Kislány a zongoránál, ez lesz a dal címe. És igazából ezért is az egyik kedvenc dalom. És óriási siker lett. Óriási siker lett, és ugye Kós János, úgy szoktuk mondani, hogy ő a Szenes Istálónak a legjobb paripája. Egyébként van egy kedvenc dalom, még a Hosszú az a nap, ki ne ismerné, és abban van egy bizonyos küszöbb szó. Ha ennek a történetét csak nagyon röviden elmondanád nekünk, én nagyon-nagyon szeretem, de hát ha még valaki nem hallotta. Általában ugye mindig felteszik a kérdés, hogy születik egy sláger, mit írnak meg előbb, a zenét vagy a szöveget. Nos, általában apukám az a fajta szövegíró volt, aki szeretett zenére írni, mint egy keresztrejtvény fejtés. De egyszer valamiért megbántotta anyut, és nagyon gyorsan kellett egy dal, és ezért megírta kivételesen előre a Hosszú az a napot. És elvitte különböző zeneszerzőkhöz, de benne volt ez a szó, hogy hosszú az az út, amit a küszöbömig megteszel. A küszöbb szó, és erre senki nem volt hajlandó zenét írni, és ezért hát megírta ő. És mindig azt mondta, hogy mindenki jobb zenét írt volna, de hogy ennél nagyobb slágert senki, az egészen biztos. És ma is a generációk úgy viszik, adják át egymásnak az énekesek, mint a stafétabotot. Nagyon szeretik a fiatalok ezt a dalt.
Hosszú az a nap, énekelte Zsida az elmúlt percekben. youtube.com/kívánságszolgálat. Ezt a címet már nagyon jól ismerhetik. Itt tértől és időtől függetlenül visszanézhetik korábbi adásainkat. Sőt, ha feliratkoznak erre a csatornára, első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Álljon itt egy újabb üzenet. Bodor Andrásné SMS-ben írt nekünk, egyik kedvenc dalát szeretné meghallgatni lehetőség szerint a mai adásban. Úgy szeretném meghálálni, énekel Kocsis Tibor. Szeretném meghálálni, két kezemmel megszolgálni azt, hogy felnevelt, dédelgetett, erő felett. Légy ezen túl mindig boldog, több gondod, én vigyázok rád már ezután. Szeretném meghálálni, vagy legalább megpróbálni mind azt a jó, szolgálni azt, hogy felnevelt, dédelgetett, erő felett. Légy ezen túl mindig boldog, míg én élek, nincs több gondod, én vigyázok rád már ezután. Szeretném meghálálni, vagy legalább megpróbálni mind azt a jót, mit értem tett az én anyám. Kovács Ferenc párját, Lánci Olgát köszönti megismerkedésük harmadik évfordulója alkalmából Budaörsön, üzeni nagyon szereti. Kicsi, gyere velem rózsát szedni, énekel Magyar Rózsa. Kicsi, gyere fel a hegy csúcsán,
Pátyi Veronika Facebookon keresztül kérte a következő dalt szeretettel küldi minden rokonának és ismerősének. Engem nem lehet elfelejteni, énekel Berentei Péter. Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni. Lehet így, lehet úgy, de ha nincs is közös út, ábrányaimban ott leszek ugyanúgy. Gyűrött nappalok, hosszú éjszakák, régi csókízék őrzi még a szár. Lehet így, lehet úgy, verő napfény kacagás, nem pótol engem soha más. Ezennel eljött az az óra, mely a búcsút hozza szeliden. De ember emlékezet óta, búcsúval nem ér véget még a szerelem. Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni. Lehet így, lehet úgy, de az álmok mezején találkozunk majd te meg én. Az az óra, mely a búcsút hozza szeliden. De ember emlékezet óta, búcsúval nem ér véget még a szerelem. Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni. Lehet így, lehet úgy, de az álmok mezején találkozunk még. Találkozunk még, te meg én. Füzesi Ivett Miskolcon köszönti unokáját, Jámbor Gábort, 9. születésnapja alkalmából. Isten áldásával hosszú boldog életet és álmai megvalósulását kívánja neki. Szeretettel küldjük a választott dalt, mely a Vuk dala címet viseli, Maros Gábor énekel. Fürge róka lábak, surranó kis árnyak, hip-ho, jön Vuk! Híres nagy vadászok, jobb, ha férre álltod, hip-ho, jön Vuk! Ő az éjszakától soha se fél, bár a sűrű erdő csupa veszély. Azt beszélik róla, ravasz, mint a róka, jön, lát, győz, fut. Felragyog az ég is, felkiáltok én is, hip-hop, jön Vuk! Fürge róka lábak, surranó kis árnyak, hip-ho, jön Vuk! Híres nagy vadászok, jobb, ha férre álltod, hip-ho, jön Vuk! Ő az éjszakától soha se fél, bár a sűrű erdő csupa veszély. Azt beszélik róla, ravasz, mint a róka, jön, lát, győz, fut! Felragyog az ég is, felkiáltok én is, hip-hop, jön Vuk! Bánki Fruzsina SMS-ben kérte a következő dalt. Dobos Attilával folytatjuk, a boldogságtól ordítani tudnék a dal címe. A boldog
igazságtól ordítani tudnék, ha nem lennék ma egy kicsit rekedt. A boldogságtól ordítani tudnék, hisz csendben ünnepelni nem lehet. A boldogságtól ordítani tudnék, az egész világ rögtön tudja meg. Végképp az enyém lettél, végképp a tiéd lettem, másképp ez nem történhetett. Nem rontottam ajtóstól a házba, megvártam, míg magadtól jössz lázba, és éjjel-nappal engem emlegetsz. A boldogságtól ordítani tudnék, ha tegnap még nem fáztam volna meg. Végképp az enyém lettél, végképp a tiéd lettem, másképp ez nem történhetett. Azt mondja egy nagyon régi nóta, hogy nincs a földön örök szerelem. De annyi minden változott azóta, majd változtatunk ezen is, szívem. A boldogságtól ordítani tudnék egy harsogó győzelmi éneket. Végképp az enyém lettél, végképp a tiéd lettem, másképp ez most már nem lehet. Másképp ez most már nem lehet. Elérkeztünk mai műsorunk végéhez. Legközelebb is változatlan szeretettel várjuk Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!